Mindenki ismeri a Csernobili esetet, ha máshonnan nem, akkor a mostani Csernobil sorozatból. Nem a legnagyobb probléma a Csernobili esetben, hogy nagy a sugárzás és a mai napig is hat ránk, hanem valami olyasmi, ami láthatatlan, akkor is láthatatlan volt, azóta is láthatatlan, egyébként ismert, akkor is és most is, és tovább pusztítja az emberiséget. A sorozat nagyon érdekes, ráadásul én meg is éltem azt, ahogy történt, legalábbis Magyarországról, amit láttunk, vagy hallottunk, vagy amit tapasztaltunk. De nem is azt kell nézni a sorozatban, hogy történelmileg az helyes, hogy kinek van igaza, hogy az amerikai változat az igaz, vagy az orosz változat, mert ez mindig valamilyen propaganda szerint lesz eldöntve, hogy kinek mi az igaza, hanem a sorok között kell olvasni, és abból olvashatjuk ki azt, hogy milyen sötét jövő vár ránk, hogyha nem változtatunk semmit azon, amit akkor csináltunk. Márpedig eddig úgy néz ki, hogy nem változtatunk. Társadalmilag is nagyon érdekes az, ami ott történt, de az ember személyes életére is nagy hatással van. Nem pont a sugárzás, természetesen az egészségünkre az is, hanem az, ami miatt ez az egész megtörtént. Úgyhogy menjünk végig ezen az sztorin úgy, hogy az embernek az egyéni életét nézzük meg, hogy te magad, vagy én, vagy együtt mi, milyen nehézségekkel fogunk szembenézni, vagy milyen károkat szenvedünk el, hogyha nem változtatunk mi magunk azokon az okokon, ami miatt Csernobil felrobbant. Na nézzük azt, amit a filmben is láttunk, ahogy az alkotók bemutatták, hogy maguk az emberek hogyan viszonyultak az akkori esethez, azok az emberek, akik ott éltek az erőmű közelében, hogy mekkora tudatlanságban szenvedtek, hogy mennyire nem voltak informálva arról, hogy hol élnek, és az egyik legfeltűnőbb az az volt, hogy amikor a tűzoltók kimentek az esethez, akkor ők sem voltak felkészülve arra, hogy hogyan kell egy ilyen tüzet eloltani, vagy mit kell csinálni egyáltalán, milyen előírások vannak. Nagyjából úgy mentek oda ki, mintha egy tábortűzben egy kicsit tovább ment volna a láng az erdő szélére, vagy egy ház égett volna. Egyáltalán nem voltak tisztában a veszélyekkel. Megvan ennek az oka, hogy nem voltak tisztában, ennyire felkészületlenek voltak, és az emberek is felkészületlenek voltak. Azt se tudták, hogy mi az a rádióaktív sugárzás, nem is tudták, hogy mi az az atomerőmű. Egyetlen egy dolgot tudtak, az, hogy épül a szocializmus, vagy kommunizmus, vagy bármi. És valljuk be őszintén, ma pontosan ennyit tudunk a világról. Igaz, ma már a sok eset miatt megtanítják nekünk azt, hogy mi az a rádióaktív sugárzás, mi az a légszennyezettség, és egy csomó minden, de mindent egy olyan szempontból tanítanak meg, ami a nagy iparágokat kiszolgálja, és a mi tudásunk tulajdonképpen arról szól, hogy kiszolgáljuk ezeket a törekvéseket. Ennél sokkal többet kell tudni az életről, és ha más nem, majd egyszer jön egy katasztrófa, és az megtanítatja majd az unokáinkkal a mi halálunkon keresztül. Ezt meg kell előzni, már csak azért is, mert őrájuk is fog hatni az a katasztrófa, amit mi fogunk előidézni. Lehet újra mutogatni bárkire, de nem az lesz a hibás, hanem az emberek a hibásak. Hogyha megnézzük pontosan a filmben azt a részt, azokat a részeket, amikor tudták a szakemberek, hogy ezt nem szabad megcsinálni, hiszen az egyetemen tanítják, hogy ezt nem szabad csinálni, hiszen fel vannak ők készítve, hogy mit, hogyan kell vezérelni, tehát mégiscsak az volt a cél, hogy ez az atomerőmű, ez ne robbanjon föl, tehát tudták, és mégis végigvitték a folyamatot, amelyet valamelyik ember, valamilyen saját érdekű hatalompolitikából, törekvésből végrehajtatott. Egyszerűen csak annyit kellett volna mondani, hogy nem csinálom. És persze az ember meg van fenyegetve az életével, meg van fenyegetve minden mással, és könnyen beszélünk mi innen, hogy hát én azt nem csináltam volna meg, és azért azt tudjuk, voltak már ilyen pszichológiai kísérletek, ahol bebizonyosodott az, hogy mindenki vagy a legtöbbünk megnyomná azt a gombot, ami megöl egy másik embert, akkor, hogyha büntetlen
nőr megúszta az egészet, tehát felmentik. Tehát nem az, hogy ő bűnösnek tartja ezt vagy sem, hanem ha felmentik jogilag őt, és nincsenek következményei. Ez azt jelenti, hogy a film is taglalja azt, hogy hibásak vagyunk-e, hogyha ezt végigvisszük. És azzal nyugtatták magukat az emberek, hogy mindent jól csinálunk. Nyugodtan csináld, mert mi mindent jól csinálunk. És mi nem lehetünk hibásak. Tehát ha bármi történik, akármilyen nagy dolog, már pedig tudták, hogy milyen nagy dolgok történhetnek, akkor mi nem vagyunk hibásak. És amikor megtörtént, és már felrobbant, akkor is azt mondták, hogy de mindent jól csináltam, én nem vagyok hibás. Persze én értem azt, hogy itt arról is szó van, hogy az ember megnyugtatja a lelkiismeretét, mert képtelen levegőt venni ezzel a lelkiismeret fordulással, hogy felmértem, hogy hány ember fog meghalni ezzel a katasztrófával. És aztán ugye az egész kiderült, hogy felbecsülhetetlen volt előre, még a szakemberek számára is, hogy mi minden történhetett volna, mert elméletileg ez volt az első eset. Ez persze most már a történtek folyamán vagy után nem hisszük el, hogy ez volt az első eset, tehát bármi lehetett ezelőtt is. Mint ahogy ezután is van, tehát a napjainkban is van Csernobil-szerű katasztrófa, és most már egyre több ilyen dokumentum kerül elő. De a lényeg, amiről szeretnék beszélni, az, hogy a saját életedben hogyan jelennek meg ugyanezek a hibák. A film szerint egyértelmű volt, hogy 2-3 embernek a személyes hatalmi vágya volt az, ami elvezetett ehhez a katasztrófához, mert ők önzők voltak, csak a saját érdekeiket vették figyelembe, és egy borzalmas nagy hatalomvágyal párosult ez az egész, azzal a butassággal persze fűszerezve, hogy ha ezen végigmennek ezen az úton, akkor ebből bármi lehet, és ők nem gondolhatták komolyan azt, hogy ezt megúszhatják, pedig úgy gondolták, mert ennyire buták voltak. A sztori érdekessége, hogy az összes felelős, azt hiszem egy kivételű, aki meghalt végül sokkal később, az szinte büntetlenül ezt megúszta, sőt utána is kapott vezetői munkát, nem akárhol, egy atomerőműben. Na itt lépjünk egy hatalmasat a történetben, hogy az akkori ottani államigazgatás és párt, vagy bármi, ami vitte ezt az egészet, az nagy mértékben felelős. Tehát rengeteg felelőse van ennek a katasztrófának, és azzal például, hogy elindít egy ideológiát, és ezt egy nagyon erős propagandába csomagolva az embereket így tanítják, hogy így kell élni, és ezek lesznek a jó dolgok. Az emberek ezt követik, hittek nekik, mert buták voltak, mert nem tanították őket, és nem tanultak meg mindent, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy egy ilyen dolognak ne higgyenek. Szóval a propaganda, az ideológia, az emberi butaság és a hatalomvágy, erről szeretnék beszélni, erről a 4 olyan dologról, ami teljesen kipusztít minket, és a saját életünkön belül, ha most nem megyünk egy nagy összeesküvés elmélet felé, akkor is a saját életünkön belül ezek a dolgok, ezek rontják a jövőnket, vagy a gyerekeink jövőjét. Nem csak azért, mert te is csinálod mással szemben, hanem azért, mert más is csinálja veled szemben, tehát ez oda-vissza hat, és ugyanúgy, ahogy te csinálod, visszahat rád, mint ahogy természetesen az is sugárbeteg lesz, aki okozza a bajt, ha ott van a baj közelében. Szóval ideológia. Meg vagy győződve esetleg arról, hogy a Föld kerek, és merre forog, és mit kell csinálni. Mi az, amitől meg lehet élni a társadalomban, mi az, ami nem szabad változtatni, mind kell változtatni, mind nem kell változtatni, és ezek mind olyan berögző dolgok, amit éppen akkor felfogtál, amikor eléd kerülnek ezek az információk, és kialakítasz egy olyan világot, amin utána nem gondolkozol tovább. Itt van a nagy felkiáltójel az egészen, hogy ideológia akkor lesz bármilyen gondolatból, ha utána nem gondolkozol tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy nyugodtan, bátran gondolkozz, és gondolj ki butaságokat, meg a helyét meg nem álló következtetéseket is levonhatsz bármiről, de utána is gondolkozni kell, mert ha nem, és azt szerint cselekszel, és azt mondod, hogy punktum, akkor
akkor nyilván ez már egy ideológia. Ideológia az, hogy fiam, menjél tanulni, mert csak az viszi valamire az életben, akinek egyetemi végzettsége van. Nem. Ez nem így van. Az egyetemi végzettség nem arról szól, hogy csak azzal viszed az életben valamivel, mert rengeteg egyetemi végzettségű ember halt meg éhen vagy másban, nem vitte semmire. És rengeteg egyáltalán az egyetem közelébe sem menő ember sokra vitte. Tehát ez egy olyan ideológia, amit én is sokszor hallottam, és manapság is mondják, mert ez egy reklám. Ez olyan, mint a bizonyos joghurtban az a bizonyos anyag, amitől te egyszerűen városlába kirúgod a bejárati ajtót, és úgy mész munkába, hogy tegnap azt utáltad, de ma megettél joghurtot, és ma minden jó, és ma az, amit tegnap nem értettél, azt ma megérted, és hogyha tegnap nem működött a számítógéped, ma simán magától bebútol, és minden nagyon jó lesz, csak azért, mert azt a joghurtot etted, amiben van az az anyag, ami ekkora csodákra képes. Ilyen nincs, ez marketing. Régen ideológiának mondták, régen pártpropagandának mondták, azelőtt meg egészen másnak, és most meg a marketing és a sales teszi ezt velünk, tehát egy sokkal finomabb eszközről beszélünk, amivel gyakorlatilag hülyítenek, butítanak minket és irányítanak. Nehogy azt gondold, hogy te áldozat vagy, te pontosan ugyanezt teszed másokkal. Abban a pillanatban, hogy csendül valami a fejedbe, hogy na most én ebből meg fogok élni, abban a pillanatban elkezdesz hazudozni szépen finoman, hogy a te terméked a legjobb, ezért, meg ezért, meg ezért. Tehát bárki, aki bemegy máshoz, az rögtön elkezdi eladni magát, és olyan fényben feltünteti a dolgokat, ami nem igaz. A probléma az, hogy lehet, hogy van igazságtartalma, de nem azt tárjuk elé. Az egy másik ember, meg te magad is hozzá vagy szokva ahhoz, hogy most már a szintet, hogy mi a jó és mi nem jó, mitől lehet élni, vagy mi nem, egy olyan magas mércére állították a hazudozással, hogy ahhoz, hogy az igazság, amelyiknek ez az igazság szintje, az érvényesüljön, egyébként a többinek meg ez az igazság szintje, tehát azért figyeljünk oda, tehát ahhoz, hogy ez érvényesüljön, ahhoz rá kell rakni néhány lapáttal, hogy kilátszódjon a szarkupacból, és valami megcsillanjon, és ne a nap verje vissza a fényes akármit. Szóval így gyártunk ideológiákat, így gyártunk propagandát, amit ma marketingnek hívunk, és image-nek, meg PR-nak, és az embereket igyekszünk nem gondolkozóvá változtatni, és ebben mindannyiunk hibásak vagyunk, és ezen kell változtatnunk. Különben lesz még rengeteg Csernobil a kis saját életünkben is. Ez azt jelenti, hogy te bemész dolgozni, vagy neveled a gyerekedet, vagy építed a családodat, vagy a baráti körödet, és ott nem dolgozott fel az információkat, ahol a Csernobilban is úgy volt, hogy már rég megvolt a megoldás arra, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ez a katasztrófa ne jöjjön létre. Tudták, hogy létrejött a katasztrófa, de cenzúrázták az egészet, és ezért létrejött. És amikor már megvolt, akkor is a legfontosabb dolog az volt, hogy eltitkoljuk azt, ami történt. És az ember életében ugyanez van, hogy tesz valamit, és nem azzal foglalkozik, hogy ő okosabb legyen, és jobban csinálja majd a jövőben, hanem azzal foglalkozik, hogy ne tudják meg a többiek. És ha nem tudják meg a többiek, akkor nem történt meg, de megtörtént. Az beírodott valahova a történelembe, még hogyha nem is a történelem könyvekbe fogjuk olvasni, mert ott nem az igazságokat olvasuk. Beírodott valahova, és az már te vagy, ezen nem lehet változtatni. És onnantól kezdve, ha te ezt le akarod tagadni, nem vállalod föl, hogy te csináltál egy ilyet, és most majd holnap jobban csinálod, és fel is mutatod az eredményt, és ezt nem vállalod fel, hanem az egyszerű utat választod és letagadod, akkor egész életedben hazudnod kell. Folyamatosan hazudnod kell. Mindig utok fog érni az igazság szele, amit mindig le kell tagadni, és mindig még nagyobb erővel hazudni kell. Tehát így lesz a saját életed egymerő pokol, mert majd hazudnod kell a gyerekeidnek, az unokáidnak, és már te is el fogod hinni, már nem fogod úgy érezni, hogy te hazudsz, hanem egyszerűen már az vagy, és az igazságot torzult. Amit ki szeretnék hozni még ebből az egész gondolatmenetből, hogy jelenleg itt van, és nem titkolt vágyam az, hogy valahogy a környezet megóvása felé tereljem a szót mindig,
és megmaradok persze az eddigi témáknál is, de ebbe az irányba is haladjunk, hogy annyi minden van, amit kéne csináljunk, de egyszerűen letagadjuk magunk előtt, hogy az fontos, és inkább nem csináljuk. Most július van, és ilyen műanyagmentes akció van, tehát hogy ebben a hónapban igyekezünk minél kevesebb műanyagot felhasználni. Meg is osztunk erről majd egy videót, nem mi csináltuk, hanem ezt láttuk. És mi elkezdtük már ezen kívül is azt, hogy minél kevesebb ilyen dolgot használjunk, mint például van a kocsimban olyan szatyor, hogy nem kell bevásárlásnál mindig új és új szatyrot kérni, hanem egyet használok addig, amíg az tönkre nem megy, vagy valahol el nem vesztem. Ugyanígy lebomló termékeket használunk, eldobható termékek helyett, tehát ami műanyagból volt eddig, az most lebomló lesz. Ez nem jó megoldás, erről majd később fogunk beszélni, de sokkal jobb, mint hogyha műanyagot használunk. És igyekszem úgy vásárolni bármit, vagy úgy csinálni bármit, hogy ahhoz minél kevesebb csomagolóanyag kelljen. Ez nagyon nehéz megtenni, mert bemegyek valahova is, és egyszerűen kapom a csomagolóanyagot, és ha más nem, akkor itt van egy eszköz, ugye mindenki ismeri, ezt ma még mobiltelefonnak hívják, és ahhoz, hogy ezt megvedd, ehhez olyan mennyiségű csomagolóanyagot használnak, ami már óriási bűn, és nem tudod, hogy hova dobjad a papír vagy a műanyag közé, mert olyan gyártási technológiával csinálják a legszebb csomagolás, amit az Apple használ, de ez egy környezetszennyezés. Például, ha megyek vásárolni, akkor egyszerűen nem kérek szatyrot, inkább elviszem a kezembe, berakom a kocsiba, berakom a táskába, minek egy kis műtyűre, egy nagy szatyrot vinni. Persze kényelmesebb sokszor, de erre fel lehet készülni, vagy lehet ez ellen tenni. Tehát ez csak egy kis kitérő volt ahhoz, hogy nagyon kis dologban el lehet kezdeni a környezet tudatosságot, nem kell ezt szégyelni, és nem is kell túlhúzni ezt az egészet. Tehát nehogy ebből is egy ideológia legyen, hogy úristen, mentsük meg a Földet, és mindent a Föld megmentéséért csinálunk, és föltállam az akármit, és az is a Föld megmentéséért lesz. Nem, ez megint ugyanoda vezet, mint ami most van, hanem gondolkodni kell. Az embereket meg kell tanítani gondolkodni. Több mint 25 éve csinálom azt, hogy a gondolkodást tanítom az embereknek. Ezt különböző témákban besoroltam, így az üzleti életben is egy radikálisan más gondolkodást lehet elsajátítani, ami sokkal jobb eredményekkel jár. Ugyanígy a párkapcsolat, családi életben, a magánéletben is a gondolkodáson lehet változtatni, és ez teljesen más eredményeket fog hozni, és ez társadalmi szinten mind a két helyen, ha használjuk a más gondolkodást, akkor egy másképp gondolkodó társadalmat kapunk. Itt van a környezettudatosság, amelyik egy új téma, amiben be akarom hozni, nem azért, mert ezt most kitaláltam, hanem ez 25 éve ugyanúgy működik, még Boris Zolotovnál is, amikor tanultunk, ott is mindig szó volt arról, hogy a környezetre figyelmesek legyünk, és igyekszünk figyelni a környezetre, de az tény, hogy egyre nehezebb, mert egyre inkább olyan dolgok jönnek ki, amelyekkel nem lehet figyelni. De olyanok is kijönnek, amelyekkel lehet figyelni, tehát vannak olyan termékek, amik ezt segítik, és vannak, amik nem segítik. Legyél te egy olyan ember, aki segíti saját magát és a környezetét, legyél egy olyan ember, akinek az ökolábnyoma minél kisebb lesz, legyél olyan ember, aki felvállalja, ha hibázik, és nem szégyeli, és tud olyan erős lenni, hogy a hibájával együtt is becsülhető ember. És ennek az egyetlen titka az, hogy te mindig tudsz tenni azért, hogy jobb legyél másnap. Erről fogok beszélni a Premium Vlogban, hogy mi mindent kell tenni ahhoz, hogy jobb legyél másnap, miért kell fejlődni, és ez hogyan fogja segíteni a környezetünket.